Jó estét kívánok! A ma esti vendégem még kamaszként irodalmárnak készült, aztán gyógytornász lett, és végül így keveredett a pszichológia területére. Azon belül is számtalan területre, számtalan módszert ismer, ezeket tanítja is egyébként az egyetemen, és talán nem tévedek nagyot, hogyha azt mondom, hogy azért az életének a fővonulata mégiscsak az emberi kapcsolatok elemzése, legyen szó családról, vagy legyen szó az emberről, mint kiinduló pontról. Bagdi Emőkét köszönhetem, örülök, hogy eljött hozzánk. Egy interjúban olvastam öntől egy érdekes mondatot, ami ha nem is nagyon szorosan a szakmai tevékenységre vonatkozik, de mégis borzasztóan megragadott. Azt mondta ebben, hogy az ön szakmája és azon belül is a pszichoterápia élethosszig tartó önismeret. Tehát ön egy életen át önmagát is tanulja? Nagyon jó, amit kérdez, és egyben mindenkihez is szólok, amikor azt mondom, aki megkapta a jogosítványt ahhoz, hogy belépjen a másik ember lelki rendszerébe, valójában egy szentélybe lép be, nagyon fontos, hogy ugyanígy elég tiszta, kitisztított lélekkel lépjen be. És ehhez nagyon fontos például, hogy minden pszichoterápiás rendelési idő előtt az ember egy úgynevezett átsidipelést csináljon, vagyis próbálja meg, ezt megtanuljuk, ezt megtanítják nekünk, megtanuljuk, hogy próbálja meg letenni azokat a gondokat, amik a személyesek. De ez mind nem elég. És ezért nagyon boldog vagyok, hogy azt mondhatom, hozzásegítettem a magyar szakmát is ahhoz, hogy legyen egy olyan külön erre rendelkezésre álló szakma, a szupervizorok. Valójában ez hivatásgondozást jelent, csak hát a nemzetközi gyakorlat szerint így nevezzük, és nem engedték a nevet megváltoztatni. Ki a szupervizor? Arra a kérdésre válaszolhat, hogy ki segít a segítőnek. Gondolj el egy családterapeuta például, aki igazán nagyon jól megtanulta a családterápia minden fortéját, de éppen a kamasz fiával vesződik, és neki is nagyon nagy gondjai vannak. Kell, de nem hogy segít? Legyen. Tehát az ő de. Gondja nem segít abban, hogy megértse a másik gondját? Hát nem. Ellenkezőleg, akkor, amikor akútan benne vagyok egy problémában a saját családommal, esetleg a párkapcsolati zűrjeimmel, akkor olyan módon vagyok érzékeny, és szinte beolvadok a másik hasonló problémájába, és nem tudom a határt kezelni, már pedig a határkezelés az egy kitüntető fontos feladata, egy a másik embernek segíteni akaró pszichológusnak, de egyáltalán bárkinek, aki a másik embernek érdemben akar segíteni, nem szabad belefolyni a sajátunkkal. De az egyik legnagyobb hiba például a hétköznapi úgynevezett laikus segítő kapcsolatokban, hogy úgy folyok bele a másik lelki életébe, vagy azonnal osztom az észt, mondom, hogy te ezt csináld, azt csináld, tanácsokat osztogatok. Segítő szándékkal közben. Segítő szándékkal, igen, de innen mondom tiszta szívvel, hogy aki ezt megjegyzi, nagyon jó jár vele, hogy ne adjunk tanácsot. Azért sem, mert ha beválik, akkor hát ugye okosabbnak gondolnak minket, akkor azért haragszanak rá, ha meg nem válik be, akkor azt mondják, hát milyen tanácsot adtál. De ez borzasztó érdekes, amit mond, és hadd kérdezzek vissza rá nagyon civil módon, hogy azért az ember sokszor elgondolkodik azon, amikor mondjuk egy barátja bajba kerül, lelki válságba, bármiben, hogy végül is hallgatni és figyelni én is tudok, akkor miért menjen ő szakemberhez? Hát csak ha mindenki úgy tudna hallgatni és figyelni, ahogyan a segítő kapcsolatban ez szükséges. Ha a pszichológiai kultúra ott tartana, elmondom öt mondatban, hogy mikor tudunk segíteni egymáson. Például az első mondat már az ön szájából elhangzott. Hallgatni és ezzel segíteni. De vajon meg tudjuk-e tenni, hogy valaki, aki ránk bízza élete gondjait, kapja azt a befogadó hallgatást, hogy oda tudjon arra figyelni, amit ő mond. Mert amikor mi kimondunk valamit, akkor meghalljuk saját magunkat is. Míg benn egy ruminatív, egy ilyen önrágó, állandó, önmagunkkal elszámoló, kiszabadulni nem tudó örvényben keringünk. Nem véletlen, hogy a pszichoterápia olyan csodálatos segítő út, amikor a másiknak, hiszen nem is tudom saját magamban megoldani, a másiknak elmondhatom, és eközben a másik, ha tényleg jól segít, hogyan segít jól? Hogy például csak jelzi, hogy odafigyel. Hát Binswanger, a filozófus azt mondta, megszentelt figyelem. Én ezt nagyon fontos kifejezésnek tartom, hogy akkor az övé vagyok. De tudok-e az övé lenni, visszatérek az előző gondolathoz, szóval éppen engem is rág a saját problémám, tehát nekem biztosítanom kell azt, és egy életen át. És minnyáján megtanuljuk, hogy biztosítsuk, kihez megyünk el, ha valami problémánk van, és hol tesszük le azokat a terheket, amik miatt nem tudunk igazán odafigyelők lenni. Ezt hadd fordítsam őre, ezt a kérdést. Tehát ön egy ajtó előtt hogy teszi le a saját civil problémáit? Van erre egy módszere? Van erre egy relaxáció? Van erre egy pár perc, vagy fél óra, vagy nem tudom, mennyit kell rászállni?
Általában elegendőnek találok 10 percet, amikor úgy nevezem ezt, hogy kiüresítem magam. Szabásan elengedem azokat a gondokat, amiket be tudnék egyébként vinni, és egy relaxációban is, én a relaxációval még gyógytornászkorom óta foglalkozom, tehát más ám a pszichoterápiás relaxáció, amikor belső folyamatokkal dolgozunk, és én akkor engedem el. De ez csak az átsilipelésre való. Én nem tudom a saját problémámat megoldani csak úgy, hogy természetesen nekem vannak ötleteim, elképzeléseim, de ami engem rág, azt valahol le kell tenni. És ugye nagyon érdekes ez az egész lelki élet, és erről nagyon keveset tudunk, pedig szerintem erről a legtöbbet kellene minden embernek tudni, egy anyukának is a kezdetektől, hogy a gyereke hogy fejlődik. De most visszatérve arra, nekem van egy gondom, én azt hordozom a fejemben. Hogyan tudok megszabadulni a gondtól? Sajnos, mint hogy úgy vagyunk fölépítve, hogy van bal agyféltekénk, jobb agyféltekénk, meg egy testünk is, amely az érzelmeink 98%-ának a lereagáló edénye, amelyben az összes szorongás, hogy minden bajom ott feszül igen. bennem, ezért ha nekem van egy gondom, az egyetemes, és az úgy rágja esetleg a szerveimet is, és feszíti mondjuk a szívkoszorú ereimet, egy harag jól összeszorítja, és ugyanakkor a jobb agyfélteke, ami az érzelmi tudat, hát szegényként nem is tud beszélni, csak éjszaka álmodik jókat vagy rosszakat, és így tud tehermentesülni, mert lényegében az álom tehermentesítő. Mire jó ez, hogy azt mondjuk az embereknek, mondd már el, hogy mi a bajod. Egyszerűen azért, mert a bal agyféltekében van, annak van csak időtudata, és ott van a beszédközpont. Ha én ma leteszem a gondomat, a másiknak, aki így figyelmesen, befogadón meghallgatja, ez csak ventilációnak hívjuk, ez csak egy borzasztó egyszerű eljárás, és ez nem az igazi komplikált módszertanilag hát kifinomított pszichoterápia, de akkor mit csinálok én? Áthozom az időtlen tudatból, mert míg át nem hozom, az ott marad, örökké ott marad, ott rág, és lehet, hogy az én bölcs bal agyféltekém, vagy egyszerűen a tudatos tudatom azt mondja, nem akarok vele foglalkozni. Jó, egy dolog meg tudom magam szabadítani, de a feszültségétől nem. Értem, tehát egyszerűen szembesülök önmagammal, tehát megfogalmazok. Meg áthozom az időtudatba, leteszem, és múltá tudom tenni. Muszáj, hogy múltá tegyem. De ön azt is el kell, hogy felejtse, vagy ki kell, hogy tisztítsa magából, amit adott esetben egy pszichoterápián hal? Hát ez a szupervízió azért egy áldott dolog. Nagyon jó, hogy ezt valahogyan a szakma kigondolta és be is építette, a kiképző munkában is benne van, és a hivatásgondozásban is benne van. Mert mindaz, amit én a másiktól átveszek és gondolkodom rajta, és érzelmileg megérint, és fölkavar, és először is, ha van saját hasonló problémám, a distanciát meg kell vonni. Rá kell tekinteni, én mit teszek ilyen helyzetben, el kell távolítani, és úgy kell rátekinteni egy olyan distanciából, ez az ő problémája. És mindezeknek a földolgozásához néha megakadunk, beleakadunk, belegabajodunk, nem látunk tisztán. És akkor nagyon jó, hogyha van olyan szupervizor, olyan valaki, akivel általában leszerződünk valakivel, akihez elmegyünk, de hát folyamatban is lehet ezt. Egy kezdő pszichoterapeuta elég hosszasan jár szupervízióba, hogy megkapja ezt a bizonyos szakmai segítséget, ami nagyon különös, mert nem a páciensről van ebben szó, akinél megakadtam, hanem arról a problémáról, amiben én belegabajodtam, amivel nekem van bajom. Mert ha nem volna nekem bajom, már rég helyére tudnám tenni a dolgokat, és érteném, hogy benne mi zajlik. Önnek van ilyen emléke, hogy valamibe belegabajodott? Hát van, természetesen, mert egyszerűen egy pálya lehetetlen anélkül például végigfutni, hogy ne gabajodnánk ilyenbe, és ugye a legfontosabbak az érzelmi problémák. Amik nekem, amiben ez nehézséget jelentett életemnek egy bizonyos szakaszában, az éppen például az a mindünk számára elég kényes téma, hogy hűséghűtlenség például, amikor valaki beavat abba, hogy hogyan, milyen óriási dilemmában van abban, hogy engedjen-e egy olyan érzelmi erőnek, amiben úgy érzi, hogy megtalálta az élete nagy reménységét, jövőjét, szerelmét, és így tovább. És akkor nagyon fontos, voltam ilyen helyzetben, amikor több órát töltöttem szupervízióban azzal, hogy én a saját hasonló helyzeteimet előszedjem, amikor én voltam kísértésben, meg belegabajodva esetleg olyan érzelmi helyzetbe, amiből magam ki akartam szabadítani. Uh-huh. És én is segítséggel szabadítottam ki, és akkor is, amikor a páciensem erre ugye megbízott bennem, rám
rám bízta ezt a problémát, és szerettem volna elég distanciával megfelelően kezelni. Ugye például ezzel kapcsolatban azért az is eszembe jut, hogy az, ami létrejön egy páciens és egy pszichoterapeuta között, az létre tud jönni egy pszichoterapeuta és egy szupervizor között adott esetben. Tehát, hogy aki szakértője ennek a területnek, az vajon elemezhető-e, vagy ha úgy tetszik, tud-e megnyílni annyira, mint amennyire egyébként egy páciens meg akar nyílni, ha már egyszer részt vesz. Persze. Egy ilyen foglalkozáson. Ugye a szupervíziós helyzet magában véve is olyan, ahol már megtanultuk, begyakoroltuk, hogy ugye mennyire a személyiségnek történik a gondozása, tehát a terapeuta személyiségének a gondozása. És akkor óhatatlanul fölmerül a kérdés, és hát akkor a szupervizorok hogy vannak azzal, akik viszont a másik személyiségében hát nagyon alakító műveleteket keltenek és segítenek életre. Mert nem ők csinálják, hát bennünk történik, de ők megsegítik. Na és akkor velük hogy van ez? Nekik külön is ezért van egy olyan tulajdonképpen intervíziós helyzet, kontrollszupervíziónak hívjuk, amikor a szupervizor akad bele, hát ez aztán már tovább nem vihető a dolog. A kontrollszupervízió az a csúcshelyzet, amiben még az, aki segít a másiknak a saját segítő helyzetében, még ő is megkapja a maga segítségét. Ez többszörös áttétel, és rendkívül érdekes és tanulságos, ami kibomlik. Hogy hogyan jelenik meg szakmailag. Például tegyük föl, hogy mi ketten itt egy olyan szupervíziós helyzetben vagyunk, sőt kontrollszupervíziós helyzetben, ahol megvan az a többszörösen átgörgetett probléma, amivel mi foglalkozunk. És a köztünk kialakuló kapcsolat érzelmi dinamikájának az összesítése egy óra végén tökéletesen rányitja az ablakot, hogy hol, mikor, mi volt az, ahol félrecsúsztunk. Most ezt röviden tudom csak így elmondani, mert ezt az élményt meg kell élni, a parallelizmus, hogy milyen csodálatos, hogy azonos lélektani folyamatok atmoszférája gerjed, és megértjük, és tudunk egymásnak segíteni, és így tudunk segíteni annak is, aki a bizalmába De mit tart mondjuk ön a saját legfontosabb tulajdonságának, ami biztos, hogy hozzájárult ahhoz, hogy jó szupervízor, hogy jó pszichoterapeuta, hogy meg tud nyitni másokat, és így tovább. Igen. Az odafigyelés, és amit csak szeretetnek tudok én nevezni, de valamiféle elfogadás. Egy olyan érzelmi elfogadás, vagy? És hogy nyitottság, elfogadás, hogy valahogy igen, egyre vagyok képes. Ezt nagyon sokszor észrevettem. Néha meg is nehezíti az életemet, hogy bekerülök abba a helyzetbe, és megszűnik minden körülöttem. Sajnos olyannyira megszűnik, hogy egyszerűen néha olyanra, hogy szavaró körülmények vannak körülöttünk. Ugye például a kliensem vagy páciensem oda tud figyelni, én benne vagyok valami olyan mélységben, amiből a külső hát hatások valahogyan nem igen tudnak kimozdítani. De akkor ez egy másik lelki állapot is abban a pillanatban. Igen, én hiszem és vallom, hogy a jó pszichoterapeuta egy kicsit módosult tudatállapotba kerül. Nem csak azért, mert én a relaxációs és szimbólumterápiákkal, én nagyon sok imaginatív képi folyamattal dolgozom. Ehhez eleve szükséges, hogy relaxált tudatállapotba vigyük a páciens. Na de akkor most itt maradjunk egy picit, mert ez nem olyan evidens, hogy igen, ez mit jelent, ez a relaxációs tudatállapot. Ha én jól sejtem, akkor ez valami olyasmit jelent, hogy a szorongásos görcsöket feloldani, mondjuk például az izomlazításával, nem? Tehát valami ilyesmi a relaxáció, tehát a fizikailag megjelenő tünetekkel kezelni a belső tüneteket. Egyrészt, és ez a legáltalánosabb, amit erről az emberek tudnak. Másrészt azáltal, hogy én elengedem az izmaimat, egy olyan különleges agyi folyamat indul az agykérekben, amelyik a kifele irányuló figyelmet is vezérli, mert van egy alapszint, az éberségnek egy alapszintje. A relaxált éberség, amit köznéven alfa állapotnak szoktak, nem csak alfa téta hullámok is, de mindegy, már jó, hogy azt tudja a közvélemény, hogy ez alfa állapot. A relaxáció alfa állapotot teremt, amikor én a kliensemet egy alfa állapotba segítem, mert őt relaxálom, például, mert ezt beépítem a kezelésébe. De én azt előre sose tudom, hogy ő vele fogok-e relaxálni, vagy sem, mert éppen egy nagyon meghatározott folyamata van a pszichoterápiának, az első a megismerkedés, feltárás, exploráció. Amikor beavatódom az ő lelki problémáiba, és amikor megértettem, hogy mi az ő problémájának a mélye, ami mozgatja azt a tünetet, hogy mitől vannak szívtünetei, és az utat már felfedeztem hozzá, úgy nevezzük ezt, hogy a pszichoterápia tervezése. Nincs két egyforma pszichoterápia, mert ahhoz tervezem hozzá a teendőket, ami a páciensnek a problémája. Úgy beszél, mintha egy színész beszélne arról, hogy milyen a közönség előtt állni nap, mint nap, vagy mintha egy zenész, vagy egy énekes, vagy bárki, hogy mindig reagál az adott közegre. De hát ezek művészetek, szóval akkor most ott tartunk, hogy ez egy módosult tudatállapot, ahogy
persze mondjuk idézőjelben megfogalmazzuk, a pszichoterapeuta ugye módosult tudatállapotban is lehet, és ráadásul van benne művészet? Biztos vagyok benne, hogy igen, inkább nem tudom, hogy művészetnek kellene nevezni, még nem találom a jó szót. Valami elköteleződés vagy mi. De egyébként erre szeretnék a módosult tudatállapotra visszatérni, mert attól tartok, hogy van, aki ezt félreérti, amit most hall. Az egy módosult tudatállapot, hogyha mi egymásra rendkívüli módon figyelünk. A figyelésnek egy különleges formája, amiben az agyi hullámtevékenység igenis megváltozik. És amikor például, ha mi egymással szinkronban így leül, már nekünk az agyunk, hogyha kapcsolnák most azt, hogy elvezetik az agyi hullámokat, szinkron hullámtevékenység alakulna ki. Hát sokszor veszük észre, hogy azonos pózba beülünk, akkor mi már szinkron agyi folyamatokban vagyunk. Az egymásra a figyelemnek egy különlegessége, amikor magas fokú a figyelem, és teljes és odaadó. Ez is módosult tudatállapot. Jó, persze, hát nem hiszem, hogy bárki arra gondolt volna, hogy egy mesterségesen előállított módosult tudatállapot. Nem, ezért mondom, hogy idézőjelesen. De azt mondja meg nekem, igen. Születni kell azzal, hogy az ember figyelni tudjon, hogy ráhangolódni tudjon, hogy hasonló agyi hullámokat tudjanak valahogy ketten együtt létrehozni, vagy ezt lehet tanulni? Hát lehet tanulni, ha nem hinnék abban, hogy lehet tanulni, persze a személyiség kincset ér, és az erre való alkalmasság azért csak kitűnik. Gondolja el, hogy ki jut a pszichoterápia hát megtanulásához, hogy elvégzi vagy az orvos egyetemet, vagy a pszichológia szakot, van egy oklevele. Most már ugye oklevél 5 vagy 6 év után adódhat, még ráadásul tudjuk, a BA és MA szakokkal már két alapegyetemet kell, így van, pontosan a két szakaszú képzés. Utána 4 évig tanul, hogy klinikai szakpszichológus legyen, vagy legyen valamilyen pszichiáter, vagy valami. De azért ugye arra gondolok, hogy nem minden ember tud figyelni, egyáltalán. Hát igen, én sőt, manapság egyre kevesebb ember igen, tud figyelni, én azt gondolom. Hát ez nagy baj, hogy nem tudunk egymásra figyelni. Ha a családban megtanítanánk az embereknek azt az odaáldozott picike figyelmet, amikor az anya nem úgy kérdezi a gyerekét, hogy mi újság az iskolában, hogy közben leteszi a szatyrokat, berakodik a hűtőszekrénybe, és így tovább, és a gyerek úgy is tudja, hogy nem kapja meg ezt a neki szóló, páratlan figyelmet. Az ember annyira veleszületetten társas lény, ez annyira sajnos, hogy így van, hogy nem tudunk a másik figyelme, szeretete, odafordulása létezni. Hát most mondjuk a Szent Exupériből idézem a Róka és a kis herceget, hát ezek komoly felnőtteknek szóló tanmesék. Hát hogy lehetek én valakinek a barátja? Csak gyere el, legyél vele minden nap. Csak legyél itt, nem is kell, hogy beszéljél. Hányszor van az, hogy nem kell, hogy egymásnak akár egy szót is szóljunk. Valahogyan úgy kerülünk egymással olyan nagyon meghitt viszonyba, és ez olyan mennyei, azt mondjuk, angyal szállt át fölöttünk, mikor így elkapjuk azt a pillanatot, hogy érezzük, hogy valami mi érzelmi szál együtt rezdül. Jó, de akkor azért csak visszavezethető ez a dolog, nem? Tehát, hogy kinek van igénye arra, hogy figyeljen, kinek van igénye arra, hogy figyeljenek rá, kik azok, akik egymásra tudnak figyelni. Ez valahol nagyon korán kezdődik, tehát nem tudom, hogy az anya méhen belül-e még, vagy már azon kívül, de gyerekkorban. Tehát ez gyakorlatilag onnan indul, hogy család, szocializáció, és aztán abból mi lesz. Ezért is ön is foglalkozott ezzel a korai szakasszal, a fejlődésünk korai szakaszával. Van reménytelen ember, és ezt most tudom, hogy nagyon durván hangzik a kérdés, de akire felnőttként azt lehet mondani, hogy ez nem fog menni? Igen, van. És ez nagyon nagy gondot okoz nekünk a képzés során is, mert ugye bejönnek olyan hallgatók például már az alapszintű képzésbe, a pszichológus képzésbe, ahová behozzák azokat a lelki motyókat, akár egy súlyosabb lelki sérültséget is, mentálisan ők nagyon győzik felvételi vizsgán, szuper, többet tudnak, mint bárki más, ragyogóan működik az éles elméjük, csak éppen az az érzelmi apparátus, az nem alkalmas, már csak azért sem, mert például nagyon sérültek, vagy azért, mert kifejezetten észreveszük, hogy tüneteik vannak, és mi hogyan tudunk védekezni, hát a korábbi rendszerekben, még felvételi rendszerekben még lehetőség volt a szűrésre. Nem tudunk tökéletesen szűrni. A világon mióta próbálgatták a szűréseket, nem sikerült egy olyan felvételi rendszert kialakítani, amellyel jól ki lehetett volna szűrni, de a manifest elmebetegséget, vagy a nagyon komoly lelkisérülést ki lehetett szűrni. Tehát jobban álltunk egy korábbi felvételi rendszerben, ahol egyszerűen találkoztunk azokkal a hallgatókkal, akiket
képzéseket felvehettünk, most nem is találkozunk. De képzés közben azért lehet őket, hát ez az én, ha szabad ilyen hétköznapi nyelven megfogalmazni, ez az én mániám. Hát egyszerűen ez a hivatás gondozás, hogy a személyiséget, ami munkaeszköz, hát ebben az én érzelmi rendszerem munkaeszköz, és akkor gyerünk és csiszoljuk. Ez is csak egy szakma, ez is mesterség. Én azt tanultam Mérei Ferenctől, a mesteremtől, azt mondtam, szakma, tanuld meg, ezt meg lehet tanulni. Igen, persze egy bizonyos, hát személyiség csiszolás természetesen mindenki számára rá is fér, de hogy kiből lesz jó pszichoterapeuta, azt tulajdonképpen csak a csiszoló műveletek során lehet igazán megtudni. Illetve lehet a szűrésbe, hogy mondjuk tényleg manifest elmebeteg, vagy egyszerűen súlyos tüneteket hordozó, megzavart személyiség, úgynevezett alapzavaros, ne kerüljön már be. Most nem tudjuk kivédeni ezt sem. És akkor hol állítsuk meg? És a mi rendszerünkben egyszerűen az a ráébresztés. Gondolja csak el, bemegy egy pszichológiai helyzetbe, ahol nem önismeretről van szó, hanem hivatásgondozásról, vagyis ő a jövendő hivatásával kapcsolatos olyan konkrét helyzeteket tapasztal meg, amikor saját élményében kell füröztenie azt a helyzetet, hogy reagál ő egy helyzetre, és lassacskán ráébred, hogy ez nekem nagyon nehezen megy, ez nekem rossz, nem tesz nekem jót, feldúl, kétségbe ejt, rosszat tesz. Még mindig van egy lehetőség, hogy elmegy már egy önismereti, úgynevezett tanterápiába, ahol tanulja önmagát és tanulja a terápiát. Én senkit nem engednék a másik ember lelkéhez, és ez a mi egyetemünk képzésének az eddig még megőrzött különlegessége, hogy egyrészt erre szocializáljuk a hallgatókat, hogy gondold el, hogy kivel kerülsz te kapcsolatba. A másik ember lelke egy szentély, oda úgy menj be, hogy te magad is készülj föl erre. Tehát azt, hogy például egyetemen kívül nem lehet önismeretet, ez tilos, és helyes is, hát nem osztály azt, hogy ő az önismeretben mire jutott. Aha. De eltereljük őket olyan csatornákban, ők tanulják, mi pedig a hivatás helyzeteken keresztül gyakoroltatjuk. Olvastam már öntől olyan kulcsszavakat, mint például lelki önkarbantartás, meg mondjuk ehhez hozzátartozhat az egészségmegőrzés is, hogy ennek kell, hogy legyenek technikái. Igen, vannak. És nem csak a pszichoterapeuták részére, hanem azoknak is, akik egyébként teljesen távol állnak az önök szakmájától. Abszolút. Tehát ennek kell, hogy legyen valami technikája, valami módszere. Mondjuk mi az, amit tudna mondani egy olyan helyzetben, amiben mondjuk most vagyunk, és szerintem ez valószínűleg statisztikailag is kihat mondjuk házasságokra, vagy emberi kapcsolatokra. Ugye van egy világgazdasági válság, széthulló kis közösség, most nem akarom ezeket a közhelyeket említeni, de biztos vagyok benne, hogy ezek visszahatnak ránk. Szóval mondjuk egy ilyen többszörösen traumatizált helyzetben, hogyan tud az ember mondjuk lelki önkarban tartani? Szinte azt mondhatom, hogy ez lenne az elsődleges feladatunk, mert amikor már a körülményeken nem tudunk változtatni, akkor a megoldás központú, így nevezi ezt az én szaknyelvem, a megoldás központú coping-ok, vagyis megküzdési módok már nem érvényesek, mit csináljak, ha nincs mit tennem. Vagyis akkor jönnek a egyrészt Münchhausen-i stratégiák, például nagyon Isten áldott a dolog a humor, és hogyha eleget tudnánk nevetni, ami immunstimuláns, eleget tudnánk egymásra mosolyogni, ami eleve az, amíg a nevű agyimagból feszültségoldás segít világra, ami egyrészt olajozza a szemkontaktust, a szemkontaktus pedig egy limbikus idegrendszer, vagyis érzelmi agyi simogatás. Hát most mondhatnám sorba, hogy mi mindent kellene alkalmaznunk. De itt én kiemelném, hogy a lelki önkarbantartásnak egyszerűen a belső érzelmi megküzdési módokat kellene iskoláznunk. Az én pszichofitness nevű, nem én neveztem el, mert én ilyen nem vagyok anglomán, és nem is, ez így nem is stimmel szájkó fitness lenne, de hát mindegy, mert a testnevelési egyetemen kapta ezt az elnevezést, én órákat tartottam, és ebből a bizonyos lelki edzés, hát erről van szó. Hát ha nekem kell megerősítenem a küzdőképességemet, akkor meg kell tanulni a lelki edzés módjait. De akkor mondjuk most itt vagyunk ketten, és akkor mondja meg nekem, hogy én magamat hogyan tudom edzeni arra, és ez nyilván másokra is érvényes lehet, hogy én erősebb legyek lelkileg, hogy ne törjek össze, ha nem tudom, gazdasági válság van, ne törjek össze, ha párkapcsolati probléma, vagy mit tudom én. Tudja, hogyha ez olyan volna, olyan egyszerű, hogy a receptúrát átadhatnám, akkor én szívesen, de én boldog volnék, ha volna ilyen, mert úgy van receptúránk, mert van természetesen olyan, amit az embernek meg kell először tapasztalni, hogy mik a személyes erősségei. Na most én kívülről olyan nagyon sok újat a személyiségbe nem vihetek be, ez az egészségpszichológiának a szenzáció gondolata, hogy ne próbáljuk már az embereket riogatni, hogy mi betegít meg, azt nézzük,
nézzük már meg, hogy mi az ő erőssége. Mi tartja őt életben és erősségben? És az igazság az, hogy lelki erőben nagyon sokan a viharok közepette is ott vannak. Mit tudnak ők? Na ezt megtudni, hogy ők mit tudnak, és ezt átadni. Na ilyen úgynevezett receptúránk van, és ebben alapvető, hogy a saját testi folyamataimmal tudjak dolgozni. Hát az, hogy én egy helyzetben például az izmaimat el tudjam lazítani, és akkor az a tévképzet, hát ez minden nap találkozom vele, hogy én pedig nem tudom ellazítani, magamon feszült leszek, és ha valaki azt mondja nekem, nyugodj már meg, akkor ki tudnék bújni a bőrömből. És el kell fogadnom, hogy ez így igaz, de ha ő tudná például a villámrelaxációt, például valaki bejön önhöz és látja, hogy hát annyira feszült, hogy az állkapcsa is feszül, akkor csak annyit mondani, nem baj, egy pillanat alatt megoldjuk a dolgot. Ha kontrolláljuk a folyamatokat, akkor eleve csökken a feszültség. Az a nyugtató mondat, amit mond, megoldjuk, tegye csak velem együtt csinálja, és egy villámrelaxációt csinálok, itt most megcsinálhatjuk. Ökölbe szorítom a kezem, nagyon erősen, jobban, mint a szokásos. Behajlítom a könyököm, és hozzászorítom a mellkashoz nagyon erősen a könyökömet, utána fölállnék, hát nem tudom, megengedi a műsor. Összeszorítjuk, végigszorítjuk a lábunkat, farizmokat, vagy nyújtózunk egy picit, és egy nagy sóhajtással kiengedjük a levegőt. Egy Jacobson, illetve később hát egy Jacobsonnak elnevezett amerikai tudós bizonyította azt, hogy a felső végtagon a hajlító izmoknak a tónusa magasabb, innen agyilag vezérelten a lábon, meg a nyújtók. Ha én egyszerre egymást követően nagyon nagy hát innervációnak, feszítésnek teszem ki ezeket az izmokat, központi idegrendszeri önkioldó parancs megy, tehát én nekem mit kell tenni, csak feszíteni. És higgyel, bármilyen feszült vagyok, feszíteni még tudok. És végig feszítem magam, és nem én lazítok, hanem az idegrendszer segít a lazításban. Ugye ez stresszkezelési stratégiák is tulajdonképpen. De arra azért nagyon kíváncsi vagyok, hogy mondjuk ez a tudomány az elmúlt 20-30 évben mennyit változott, mert mondjuk a biológia nagyon sokat, a technika nagyon sokat. Tehát mondok egy példát, volt egy könyve a családi szocializáció és személyiségzavarokról. Abban például ön erről is értekezik, és például azt mondja, hogy a családi szerepek mennyire fontosak, a férfi és a női, az anya és az apa szerepek mennyire fontosak. Igen. Ez is teljesen felborult mára. Sajnos. Tehát biztos, hogy kell, hogy legyen valami új recept vagy új megoldás. A család megtartó ereje akkora nagy, és ezen nem változtat semmiféle világváltozás körülöttünk, hogy nagyon oda kellene hatnunk, hogy segítsük a család helyreállását. És ha a szerepváltozások vannak, vannak anyaszívű apák, az a lényeg, hogy legyen egy gyermek számára két fontos dolog biztosítva a fejlődésben. Ahogyan nap és hold van, ahogyan maszkulin és feminin principium, mint világerő működik a világban, az egyik oldalon a hatalom, a szabályozás, a másik oldalon a tápláló, életben tartó szeretet, úgy a férfi és nő viszonyban mi több agyunkon belül is a maszkulin félteke ez a bal, és a feminin félteke ez a jobb. Kell, hogy legyen egyensúly. Tehát, hogy valósítjuk meg mi ezt, ahogyan lehetséges. Lehet, hogy pótolnunk kell egy apai erőt. Az apai erőre rettentő nagy szükség van. Nincs apa, apátlan társadalom. Hogyan lesz a maszkulin azonosulás a gyermekben, milyen pályákon, hogyan történik, meg ki lesz a modell, kell modell személy, ki lesz, aki kontrollál, és aki biztosítja azt az erőt és határt. De az markánsan kimondható, hogy ha ez a két pólus nincs meg, akkor a személyiség nem egészségesen fejlődik, és nem véletlenül kérdezem ezt, mert azért a modern világ felvet olyan kérdéseket is, amivel valószínűleg pár évtizeddel ezelőtt még nem számolunk, tehát mondjuk például az egynemű párok és a gyerekvállalás kérdése, vagy éppen a teljesen elvált egyedül élő szülők és a gyerekvállalás kérdése. És most nem is arról beszélek, hogy elválnak közben a szülők, hanem mondjuk arról, hogy egyedül vállalni kapásból gyereket. Tehát ezekre ön mer választ adni? Ugye ezek nagyon mozognak közéleti kérdésként. Én most olyan módon javasolnék erre választ, hogy konkrétan akiket érint az ember, az univerzum páratlan csillaga. Mi receptúrákat persze adhatunk, mondhatjuk, hogy így csináld, úgy csináld, egynemű párok, és így tovább. Lehet-e mindenféle ítélet, csak sajnos az a baj, hogy ugye az ítélkezés az egy nagyon kártékony dolog. Én azt mondjuk az ítélkezést azt kitiltanám mindaddig, amíg arra kötelezném az ítélkezőt, hogy ismerd meg először azt a helyzetet, amiről bármit is mondasz, főleg ne ítéletet, hanem a megértés csatornáján próbálj közel kerülni. Egy apa nélkül fölnőtt gyerek
igenis potenciálisan sérülhet, ha a családban valaki, például akár egy rokon valaki, akár lehet egy olyan, akihez a gyerek aztán kötődni fog, aki kicsi gyerek korában mellé áll, szomszéd, megtanítja erre, tudok terápiás eseteket mondhatnék, ha szabad volna, hogy hogyan tudja például pótolni egy szomszéd olyan módon az apa szerepét, hogy egyszerűen figyel arra a gyerekre, megtanítja fúrni, faragni, barbácsolni, stb. És az iskolára ne tegyünk túl sokat. Ezt nagyon szeretném kérni. Sajnos van egy alaphiba, hogy a korai szocializációs, tehát amit a szülőknek kellene tenni, azokat a hiányosságokat ráöntik a nevelőkre, és azt mondják, hogy légy szíves, akkor legyél te újra nevelő, terapeuta, tanító, és így tovább, és még okos is, értem, is az előírásos módokon. Az elsősorban családi feladatkör. Én családi feladatnak tartanám, illetőleg annak a kultúrának. Itt kellene kiépülnie annak a segítő kapcsolati kultúrának, hogy legyenek, nézze, muszáj intézményesíteni akkor a nevelési szolgálatot, hogyha ezt tehát pótolni nevelési tanácsadók például, ahol egy anya, aki egyedül neveli a gyerekét, segítséget kaphat, hiszen a lelki fejlődésben nagyon könnyen lehet gyerekkorban pozitív irányú változásokat elérni. Hát ha már ilyen elszerencsétlenedett kultúra vagyunk, egy ilyen társadalom, amelyik szétlövi azt a szerkezetet, ami az életnek az öröm alapját is adná, akkor próbáljuk meg valahogyan reparálni, és hát nézze, hát ezért lett az emberi kapcsolatok melegéből és segítéséből kialakuló, vagy akár a papi szolgálatokból kialakuló lelki segítség professzionalizált. Hát minek a pszichológus? Hát egyszerűen azért, hogy olyan hiányosságokat tudjon pótolni, tehát ebben a helyzetben már inkább azt ajánlanám, hogy vegyék igénybe a pszichológus szolgálatait, és konkrét esetekben. Persze tudom, hogy kell rendelet, kellenek törvények, hogy legyen, ha előáll az a helyzet, hogy, de hát ebben nagyon-nagyon nehéz általányban dönteni, hogy mi legyen. Egy kicsit hadd kérdezzek most az ön életére, de ugyanígy a gyerekkorra, hogy ugye arról beszélünk, hogy egy család nem, mondjuk úgy, hogy nem ideális felállás az, hogyan befolyásolhatja valakinek az életét a későbbiekben. De egészen más traumák is előfordulhatnak gyerekkorban, és például, ha nem tévedek, akkor az ön családjában is előfordult egy olyan típusú trauma, hogy rendszeridegenné vált a család, ezért el kellett költöznie ugye vidékre. Ez például az ön életében jelentett bármiféle traumát gyerekként, vagy vezetett ahhoz az úthoz, hogy később foglalkozzon mások traumáival? Jelenthetett volna, akkor, ha nem kapok olyan nagyon sok szeretetet. Mert így viszont a szeretetnek az erejével én olyan trambulin effektus lett az életemben. Az mi a trambulin effektus? A feldobja, míg a trambulinról ugranak a műugrók például, ami földobja őket, ugye, hogy ráugranak, az földobja, és akkor még magasabbra tudnak ugrani. De aztán mindig visszaesnek. Ilyen, hát be a vízbe, mert ők akarnak odaesni. Hát mondjuk ez nem trambulin, hanem megy az ember, csak úgy önként, ha nincs víz alatta. Na most, mert nem is a minden metafora sántít, de én egy olyan nagyon nagy lendítő erőt kaptam azáltal a szüleimtől, hogy megküzdünk, minden helyzettel megküzdünk. És az a családi fészek, amelyik nekem olyan biztonságot adott, hogy már szégyellem is elmondani, de muszáj elmondani, hogy egyetemista voltam már, és már pszichológia szakos, amikor a válásokról tanultunk, és egyáltalán ennek a következményeiről. És én úgy emlékszem arra a pillanatra, hogy ültem a padban, és azt mondtam, hogy nekem eddig soha az eszembe nem jutott, hogy az én szüleim valaha elválhattak volna. Tehát valami olyan őrületes biztonságot hoztam magammal, és valami olyan kötést én is egyházasságban éltem. És nagyon fontosnak tartottam ezt a megőrizni, és a gyerekeim nőjenek föl ebben a biztonságban. Mert a biztonság előbbre való, mint a szeretet. Hú, most nagyon kemény dolgot mondok, nagy vitáink is voltak, de a pszichológia frontján is, mert egy László nevű kutató humanisztikus pszichológus, személyi központ, úgy is mondhatnám, ugye csinált egy szükségletpiramist. Igen. És bizony ugye, hogy egyél így áll létez, utána a biztonságot tette második helyre. Hogy igenis az alapvető szükségletek között, igen, a kötődés, hogy valaki számára én fontos vagyok, vagy hogy valaki nekem nagyon fontos, ez annyira fundamentális, és ez a biztonság. Azt fogom tudni szeretni, és azt szeret engem, akiből kibújtam a világra, aki életet adott nekem, aki nemzett engem. Számít vajon egy ilyen biztonságban, mondjuk, vagy hozzáteszem mondjuk a biztonság érzethez egy vallási neveltetés? Hát én meg vagyok a
arról győződve, hogy igen. Ugye én a transzpersonális pszichológiát, mint negyedik fő erőirányt, ami ma ilyen központi a pszichológia hát fejlődésében, ezt nagyon meghatározónak tekintem, és a transzpersonális pszichológia számos gondolatát én odaadással tanítom, most jelenik majd éppen meg ebben a témában gyűjteményes kötetünk, nagyon neves transzpersonális pszichológusok kötete, a vallásra térek vissza. Ugye a valláshoz tartozni azt jelenti, hogy egy hitrendszert a gyermek elsajátít, ami világmagyarázó elvé válik. Ha én meg tudom magyarázni a világot valamely olyan módon, ami ugyanakkor érzelmileg is jelenti nekem a teljes biztonságot, akkor gyakorlatilag megvan az ősbiztonság fundamentuma a lélekben. Ha valaki vallásgyakorló, a rítusokkal, a közösségi élettel, azzal közösségbe élni, gyülekezethez tartozni, az egy hatalmas megtartó erő. Ezt most személyes tapasztalatok alapján. Abszolút, én Pozsonyi úti gyülekezethez tartozom, én éppen majd, már nem mondanám, ma este fogok majd egy még külön találkozni egy ilyen megbeszélésre, és egy kis előadást is tartok a boldogság pszichológiáról például a saját gyülekezetemben. Tehát én nagyon sok helyen vagyok ilyen szolgáló. Gyakorló, én református vallásban nőttem fel, de én annyira vallástisztelő vagyok, hogy azt mondom, hát ez az ökumené, bármely vallás, amelyik azt a fő erőt az univerzumban, amely a rendet hozza a világba, amely azt elfogadja és tiszteli, és a maga kultúrájában, kultuszában gondozza, azt én mind tisztelettel fogadom el, azt a vallást nem tudom igazán érzelmileg elfogadni, ahol a gyűlölet áll a középpontban. Azt ez nyilván. Most ezt nem akarok elérteni. Igen, de ez egy teljesen más szegmény, tehát ez egy zsákutca tulajdonképpen. A vallást fontos megtartó erőnek De azon gondolkodtam, hogy ezek a személyiség elemek hogyan tevődnek össze, hogy ugye egy olyan családból, amelyiket nem szereti a rendszer, egy vallásos közösségből, ami szintén nem volt annak a rendszernek a sajátja, amelyben felnőtt, egy olyan szakmát választ, amelyet egyébként az a rendszer nem is szeret, a pszichológiát, és nem támogat. Azért ezek egymástól nem teljesen elkülöníthető nem bizony, folyamatok. Nem bizony. Én azt hiszem, hogy én az eleimtől, hát lehet mondani nagyapámtól, aki költő volt meg, pedagógus, édesapámtól, aki lelkész volt, azt a lehet mondani delegációt megkaptam, hogy te szolgálj és segíts. És ezért az, hogy emberi lelkek irányába haladtam, ez magában véve mindenfajta rendszerhatástól is meghatározta, hogy én merre tartsak az életben. És lehet, hogy ha én magyar tanár, meg latin tanár leszek, mint ahogy eredetileg terveztem, én ott is, mint a kotlós, gyűjtöttem volna össze magam köré a tanítványaimat, ott is gondoztam volna a magam tudása szerint a lelkeket, de az is lehet, hogy onnan is elkeveredem a főszolgálati területre. Ez az én küldetésem, ráadásul nekem van is küldetés. De időnként ez is kitekintés. Más műfajokba, tehát a képzőművészet, persze, vagy éppen az irodalom területére. Például olvastam önről olyat, majd kijavítja, hogyha pontatlan az információ, hogy az ön kezébe jutott József Attilának például a Rorschach tesztje. Igen, igen. Rorschach tesztjének az eredményei. Igen, hát én, mikor kezembe jutott, akkor nem csak az én kezembe jutott, hanem egy Lángi Ringó nevű, sajnos már nem él kolléganőmébe, és a gyógypedagógiai tanárképző főiskolából kaptuk meg Kozmuca Flórától, I. és Gyulánétől, aki ott igazgató volt akkor, hogy gyorsan elemezzétek, mi nagyon sokszor dolgoztunk ennek az intézetnek, úgyhogy Mirei tanár úr és ő, hát egyszerűen Szondi intézetében együtt voltak tanítványok, és szerették egymást, barátok voltak, szóval mi bedolgoztunk a gyógyvetfőiskolának, és hát kaptunk egy tesztet, rengeteg válasz, de gyorsan értékeljétek ki, lányok, szólt az üzenet, mert nagyon fontos, hogy mielőbb tudjak erről, mi a problémája a páciensnek. Mi egymástól függetlenül nekiestünk, és hát bizony eléggé hasonló következtetésre jutottunk, hogy bizony itt életveszély van, szuicidveszély, tehát öngyilkossági de veszély nem van. Ki, ezt nem semmit tudtuk, nem tudtak, nem csak ott tudtuk, volt egy és akkor ugye hát mi ugye, mint engedelmes pszichológusok kaptuk a főnöktől a kérést, hogy most rögtön megcsinálni, és akkor holnapra kérem a véleményt. Ugye Mirei egy eléggé kemény főnök volt, és mi nyújtottuk is a magunk, és egyeztettük utolsó pillanat, majd te mit láttál, mit? Hát egy identitás problémák, mondja Lángi Ringó, szuicidveszély. És mikor készült, ez nyilván kiderült utána. Igen, 84-ben.
És ehhez képest... De már mint a teszt maga. Ja, hogy a teszt mikor igen. készült 27-ben. Azt hiszem, 27-ben, halál előtti évben, ha most nem akarok lefölni, halála előtti évben. És hogy a halála előtti évben elkészül egy olyan teszt, amiben benne van már az öngyilkos jelöltnek, az összes olyan öndestruktív ereje, és ráadásul az is benne van, amit én később, Tverdotta Györgyék szerkesztettek egy kötetet, Miért fáj ma is címmel, ahol a József Attila személyének emlékállítás, és én abból kidolgoztam a tartalom elemzéssel a nőkkel kapcsolatos érzésvilágát. Rájöttem tulajdonképpen, hogy kellene megtudni, hogy ami a tesztben válasz, és nem tudjuk hagyományos módon mélyebben értékelni, hogy tudhatom meg, hogy a nő milyen szerepet játszott József Attila életében. És minden egyes a nőre vonatkozó választartalmat kikutattam az összes versében. Hol van meg olyan jelzős szerkezetben, és miről szól az a vers? És akkor így úgy nevezzük amplifikáció, egy kiterjesztéses elemzéssel. Annyira jó, ahogyan kiderült ebből, hogy ő valójában milyen módon és volt korán sérült. És az igaz, hogy kaptak egy másik tesztet is, nem egy költői, nem egy írói, hanem Rákosié. Ja, Rákosi, mert én kaptam ezt csak. De egyszer Éva, és abban mit tudott megállapítani? Hát nagyon érdekeset, hogy ez egy nagyon magas intellektusú, egy nagyon jól figyelő, az embereket paranoid érzékenységgel, kifinomult, túlontúl mély megismerési technikával, sajnos nehéz most ezt elmondanom, hogy mitől paranoid valaki gyanakvó. Attól, hogy a saját félelmeit, feszültségeit bevetíti a másikba, és potenciális ellenséget lát benne. Na ez a kifinomult, nagy tudású, remek memóriájú ember, akiben ugyanakkor az emberi kapcsolataiban állandóan működött ez a paranoid résellevés. Milyen szándékod lehet ott mögötte? És mivel hát elég okos volt ahhoz, hogy az intelligenciát sokféle értelembe használjuk, képzelje, nyugodtan mondhatom, van olyan szociálisan intelligens ember, aki ugyanakkor, ha mellette már valamilyen patológia jelentkezik, akkor ezt a jó képességét rosszra fordítja. De mondjuk ugye most megfogalmazta mindkettejüknél azt, amilyenek, aztán később, vagy szóval kiderült, hogy valójában voltak. Igen. Ugye az egyik egy szuicid hajlam, egy ilyen igen. furcsán összetett személyiség, igen. a másik pedig egy paranoid, uralkodó figura. Hogyha ők a megfelelő kezelést kapják, mondjuk, igen. akkor elképzelhető, hogy nem az a sorsuk. József Attiláról már tengernyi irodalom szól, amelyik éppen ezt a dilemmát, amit felvetett, próbálja megválaszolni, hogy mikor, hogyan lehetett volna neki segíteni. Abban a helyzetében, amiben már ez a teszt készült, aligha lehetett volna már életet menteni, mert akkor már nagyon benn volt abban az örvényben, amiből a visszaút már nagyon nehéz. De ha azzal a tudással valahogy ifjú korában, amikor ugye már az első nagyszerű versei megjelentek és felfigyeltek rá, hogy akkor már azzal az eszköztárral kap pszichoterápiás segítséget, amivel ma már rendelkezünk, a borderline, a határ eseti patológia. Ma már tudjuk, hogy milyen folyamatokon kell keresztülvinni, nem klasszikus pszichoanalízis kell. Tehát ezt most már nagyon nehéz mondani, de ha ez most már nehéz visszavetíteni. Jó, de ez azt jelenti, hogy nem egészen 100 év alatt, hanem 70 év alatt, mondjuk eljutott oda a tudomány, hogy amire akkor óriási. Még abszolút nem tudott volna választani, arra így tud. Van. Ma egy borderline patológiájú ember nagyon jó állapotba hozható. És ugye a művészeknél arra kell gondolni, hogy nagyon is kényes a határ, mert szabad az átjárhatóság abba a tartományba, ami előtte és alatta van a beszéd szintnek. Tehát, hogy olyan átjárhatóságok vannak, és annyira nincsenek kemény határok és zsilipek, hogy ezért sokkal szenvedőbb lény a művész. Mert a művész magából a mélységeiből hoz felszínre igaz gyöngyöt, de ehhez le kell merülni a káoszba. És hát azért most az jutott eszembe, hogy ugye Nietzsche írta azt, hogy bizony mondom néktek, káosznak is kell ott lenni, hogy megszülessen egy táncoló csillag. Ja, csak hogy mi nem megyünk be abba a káoszba csak akkor, hogyha bajba jutunk, és pszichológushoz kell mennünk, és akkor a pszichológus a maga nagyon óvatos útján szépen bevezet minket oda, abba a tartományba, ahol a káosz uralkodik. És ugyanakkor egy művész kivédi meg a saját káoszától. Ez sékenyebb. De hát szerencsére az alkotásával mindig segít magán, mert ahogy világra hozta és megteremtette az alkotást, úgy helyreáll egy fantasztikus egyensúly. Igen, ilyenkor érzem, hogy önben azt a rajongást, ami egyébként nem véletlenül akarta önt az irodalmi pályára terelni igen. például. Még egy konkrét esetről szeretnék kérdezni, ami hát nagyon messze áll a művészettől és az emelkedettségtől, ez a Zsanett eset, ugye, ami igen. a mai napig nem zárult igen. le. Ez az az eset, amelyben önt felkérték igen. igazságügyi szakértőnek, meg is tette
a szakértést, aztán soha nem vették figyelembe, és ezért vissza is adta azt a jogosítványát, igen, hogy igazságügyi orvos szakértő legyen. Igen. Ugye ön azt mondta, hogy ilyen tüneteket nem lehet produkálni, nem amit lehet a Zsanett előad, és hogy igenis... Posztraumás nem lehet simulálni. Ez csalódás? Szimulálni. Dühös, csalódott... Nem, állásfoglalás. Nem, ez állásfoglalás. De még volt ennek egy fejlemény, hogy Kovács József, aki egy igazságügyi szakértő újra vizsgálta, és az ő állásfoglalása az enyémhez sokkal közelebb áll, de úgy nem került ki a köztudatba ez, hogy ő is nem azt mondta, amit én, csak hasonlót, mivel nagy időtávban vizsgálta meg Zsanettet. Én akkor tudtam, hogy a legbecsületesebben, és csak azt írtam le, ami én olyan teszteket használtam például, amit később az igazságügyi szakértői továbbképzésen a módszert magát bemutattam, hogy mennyire objektív és mennyire fontos például olyan rajzmódszert használni, ahol egyszerűen egy komputeres automatika, hogy úgy mondjam, egy program az, ami választ ad a rajzot. De most nem akarok részletekbe menni, és főleg nem akarom mindenáron hangsúlyozni, de nekem igazam volt. Én azt szeretném csak mondani, amikor én rádöbbentem arra, hogy van egy olyan magyar úgynevezett igazság szolgáltatás, amely nem áll a helyzete magasán, mert ha ott állna, akkor igenis mindent aprólékos, tárgyilagos gondossággal latolgatna. Mindent. Sok olyan körülményt is, amit én Tuza Péter védőügyvédtől megtudtam, amelyet ugyancsak elúsztattak. Milyen igazságszolgáltatás ez? Én hogy tudok védekezni csak a kiállásommal? Hogy itt állok, másként nem tehetek. Luther mondta ezt annak idején, ugye a Wittenbergi várkapuján, ahol kitűzte a téziseit. Én ebben nőttem föl, hogy állj ki azért, amit, és valahogy az állásfoglalás is számít. És hogy nagyon sokban hajlom arra, hogy határhelyzetekben, mikor eszköztelen vagyok, akkor mondjam azt, hogy megteszem azt, amire odafigyelnek az emberek legalább. Aha. Valamit tudok az odafigyelés által elmozdítani a világban. Elvégre, hát ki vagyok én, hát mit számítok a világ egész szempontjából? Hát egy homokszem, egy porszem vagyok az idő homokjában. Hát 50 év múlva ki fogja tudni, hogy ki volt Vagdi Emőke? De ha történt valami, amivel én egy kicsit is a világot azzal jobbá tettem, ez most ilyen fellengzősen hangzik, pedig szívem mélyéből mondom, hogy valami jó irányba mozd, mert én ott be tudtam valahogy avatkozni, lehet, hogy csak a kiállásommal. De lehet, volt eredmény, hogy de eredmény. Hát nem tudom, hogy van-e, csak reménykedem. De hát az igazságszolgáltatás nem bebetonozott. Emberek csinálják, akik fölesküdtek, hát ha lesznek olyan emberek, akik felesküdnek, és komolyan veszik az esküket, és hivatásuk magaslatán állnak. Nagyon reménykedem, hogy de lesz ilyen. De ön el tudja képzelni, hogy még egyszer lesz igazságügyi szakértő? Hát majd talán, hogyha egy olyan helyzettel találkozom, ahol látom, hogy az igazságügy úgy működik, hogy én újra beállok és szolgálom, mert én nagyon szeretem és szívesen szolgálom. Uh-huh. Embereknek tudok segíteni ezzel. Ezek kitisztázó folyamatok, nem annyi egy igazságügyi szakértés, hogy én tesztvizsgálatokat csinálok, ma már a mediáció is hozzátartozik. Vagyis két egymással acsarkodó ember között hogyan lehet mégiscsak kommunikációs helyzetet teremteni, hogy ne gyalázzák egymást, hanem hogy próbáljanak megoldásra jutni. Hát ez is igazságügyi feladat. Igen, csak mediátornak kell lenni. Na jó, akkor hozzá. Ez legyen a jövő kérdése. Legyen, csak igen, kíváncsi voltam, hogy élte meg ezt, de értem, amit mond, hogy valamiben hinni és kiállni mellette. Van még egy dolog, ami engem nagyon érdekel, és ahogy említette, hogy különböző módszerek, ugye hát mert számtalan módszer szóba került a beszélgetésünk alatt, van egy honlap, ez a, hát én most magyarosan mondom, pszichogalaxi, vagy szájhogalaxi, vagy nem tudom, hogy kell mondani. Ugye itt mindenki kitöltögethet teszteket, és én úgy olvastam, hogy ennek, amikor elindították, az volt a célja, hogy nem csak az egyéni emberek lelkiállapotát és pillanatnyi helyzetét felmérni, hanem ebből egy következtetést levonni az országunk lelkiállapotára, vagy akár nemzetközileg kiterjesztve Európáira és így tovább. Van ennek bármilyen eredménye? Hogyne volna, a Mindennapi Pszichológia című új szaklapunk, amelynek második évfolyamát írjuk, jegyezzük, az például már hoz egy nagyon frappáns összefoglalást a Pszichogalaxiról, és én magam tudom, mert mikor indítottuk, és én ebben nem aktív résztvevő, hanem én szolgáló segítő voltam, hogy ezt népszerűsítsem. Ugye megvan ennek az a stábja, amelyik létrehozta, és hát mondjuk tényleg azt gondolom, hogy fontos, hogy egy dolgot nem egy ember szül meg, hanem egy csapat. Na minden esetre már akkor volt egy olyan határozott személyes hozzájárulásom, azért támogatom, mert
különösen a fiatalok körében, annak nyomán, hogy összehozunk embereket és kapcsolatokat mi, már tudtunk olyan helyet, helyszínt teremteni, amire följöhetnek, és az internetes tanácsadásunk nagyon jól működik, ez fiatalok számára működik, és egyben már olyan klubok, mert össze Közösség. De hát a közösségeket építeni kell, és nem rombolni. Hát zárszóként mondom, hogy ez az új egyetemi rendszer, ez a híres Bolonya, ez például ugye azzal, hogy évfolyamokat szétdúlt, azzal, hogy ugye 80 meg 100-as évfolyamokat hozott létre, azzal épp a szakmai közösségeket bontja. Nekünk meg az építés a feladatunk. Na, de engem meg pont az érdekel, hogy az ország lelkiállapotára vonatkozóan sikerült-e bármilyen következtetést levonni. Hát hogy ne, igen, már vannak olyan eredmények, amelyek messzire mutatók, de természetesen korosztályi bontásban, hogy vannak az idősek például, hogy az idősek egészen máshogy érzik magukat ebben a világban, hogy valahogy sokkal inkább képesek valahogy mégis egy harmóniát, vagy egy jó közérzetet elérni, vagy hogy például, hát most őszintén szólva illenék pontos százalékokat mondani, elfogadjuk, de hogy a fiataloknál nem. Például most... egész egyszerűen olyan magas szintű a jövő reménytelenségi képe, a kilátástalanság, amit én életveszélyesnek tartok. Mert ha van jövőm, akkor van egy célszallag, és akkor már tudom, merre futok, és muszáj, hogy tudjam az irányt, mert különben nincs segítség, a hajó sem egy jó irányba, hanem tudja, ugye hiába van jó széljárás, hanem tudja az irányt. Muszáj beállítani az életünk hajóját valamerre. És ez a hosszan önmagam keresése, és hogy megtalálom-e valahol a helyem a világban, és ebben nagyon sok segítségre szorul az ifjúság. Remélem, hogy mi is a magunk szerény pici módján meg tudjuk adni nekik ezt a segítséget. Pont ezt akartam mondani zárszónak, hogy dolguk lesz. Úgyhogy harcolni tovább. Köszönöm, hogy eljött hozzánk, és egy kicsit nagyon beszélgettünk. Én köszönöm igazán Önöknek ezt a beszélgetést. Önöknek pedig a figyelmet köszönjük szépen. Én legközelebb is várom Önöket. Viszontlátásra.